Sziasztok, Détea vagyok, és ez itt a másik oldal. Szeretettel köszöntelek titeket ezen az új lejátszási listán, ahol nyelvekről, könyvekről, emberi kommunikációról fogok néhány igen érdekes gondolatot megosztani, amik egyébként tök fölöslegesek. A mai videó témája a kódexek lesznek, melyek történelme lélegzet elállító. Sokszor meglepő és leginkább csodálatra méltó. Ha titeket is érdekel ez a téma, akkor tartsatok velem! Sokan nem tudják rólam, de nyelvésznek készültem Szegeden, és szakmám szerint kiadványszerkesztő vagyok. Tehát ebből is leszűrhető, hogy mennyire nagyon érdekel az emberi kultúra ezen aspektusa. Nyelvész nem lettem, helyette megtanultam kínaiul, és most angol nyelvet és kínai nyelvet oktatok. Ezen kívül az ónorsz nyelvet is kutatom hobbi szinten. Rendkívül érdekel a szó és az írásnak a kapcsolata, illetve a történelme. Éppen ezért is választottam ezt a témát, mert már előre tudtam, hogy mennyire fogom élvezni a kutató munkát. Szerény személyem is próbálkozik versek írásával, regényekkel, és mivel életem egyik célja, hogy nyomot hagyjak magam után, úgy gondoltam, hogy ezt csak úgy tehetem meg, hogyha a gondolataimat írásba fektetem. Ezt azért gondolom így, vagy ezért gondoltam így, mert már az őskor emberei is így gondolták, hogy a fontos gondolatokat valahova rögzíteni kell valamilyen módon. Nem véletlenül jelentek meg a barlangrajzok. A világ minden pontján, ahol adódott egy-egy olyan felület, amire kővel vésni, vérrel, korommal vagy növényi színezőanyagokkal festeni lehetett, ott az őskor emberei ezt megtették. Ez az, ami tulajdonképpen beindította az írás és a nyelv fejlődését, illetve ez az, ami hozzásegítette a homo sapienseket, hogy fizikailag is kifejleszték a nyelvünket, ami azt jelenti, hogy a hangképző szerveink átalakultak, és ezáltal különböző nyelveket is ki tudtunk fejleszteni. Ez az újonnan kifejlesztett hangképzés az, ami miatt a mai ember olyan szépen és gördülékenyen tud kommunikálni, mint például én vagy ti. Egy biztos, a barlangrajzok megörökítettek jeleneteket a mindennapi életből. Álmokat, jóslatokat, nagy eseményeket ábrázoltak, melyek segítettek megérteni a világ csodáit úgy, mint megdörgés, szivárvány, holdfogyatkozás és a többi. Az ókori emberek azért olyan csodálatosak, amilyenek, mert ők úgymond továbbfejlesztették a barlangrajzokat. Kövekre, agyaktáblákra, bőrre, papíruszra kezdtek írni. Az egyik ilyen emlékünk a kínai óslócsontok, melyek állati csontokból vagy teknős páncélból álltak, és a kínai írás első jegyeit tartalmazzák. Mint jó pár ősi nép, a kínai is a képírásban látta meg a kommunikációra való lehetőséget, és az évszázadok, évezredek alatt rengeteget csiszolódtak az írásjegyek. Mire eljutottak oda, hogy bambuszra írjanak, már nagyjából egységes írásrendszerük volt. Róluk majd még egy kicsit később mesélek. Addig is nézzétek meg ezt a kínai karaktert. Ez jelenti a könyvet, és úgy kell kiejteni, hogy só. Mivel ez egy piktogram, próbáljátok meg elképzelni benne a könyv formáját. A videó végén megmutatom a megoldást. Ugyanígy az egyiptomiak is képírást fejlesztettek ki maguknak, ha úgy tetszik, tökélyre fejlesztették a barlangrajzokat. Több írásrendszert is megalkottak attól függően, hogy mit akartak megörökíteni. Az ő szövegeik többsége a valláshoz, az istenekhez, a halálhoz, a halottakhoz, a mumifikáláshoz köthetők, de fennmaradtak kőtáblába vésett levelek is, mint például az a becsehű darab, melyet Ankh-Hessenamun küldött a Hettita királynak Tutanhamun halála után,
melyben férjül kérte a hettita uralkodó egyik fiát. Ez azonban nem hieroglifákkal készült, hanem ékírással, mely egyébként egy sumerje találmány, és sok más nép is elsajátította, így a hettiták, az akkádok, az óperzsák is, meg a többiek. Mint egykori nyelvész tanult, be kell vallanom, hogy az ékírás egyszerűen bámulatos írásrendszer. Főleg, hogy időszámításunk előtt 3000 évvel már lazán használták, sőt, Anchises Amun idejében már diplomáciai nyelvnek számított. Fun fact, a hettita herceget sajnos kinyírták. Így Anchises Amun a 70-es éveiben járó Ai, Nefertiti apja, vagyis Anchises Amun saját nagyapja felesége lett. Az agyaktáblákba úgynevezett ékkel írtak, ami egy rövidebb pálca, melynek a végét háromszög alakúra faragták, és ezáltal kis nyílhegy alakú mélyedéseket lehetett vele az agyakba nyomni. Éppen ezért úgy is nevezik az ékírás, hogy nyílhegy írás. Ezeknek az agyaktábláknak az elvén elindulva a rómaiak már fatáblákat használtak, melyeket viasztal kentek be, és a viaszba írtak egy eszközzel, melyet stylusnak neveznek. Ebből a szóból származik a stílus szavú, mely számtalan nyelvben hasonló formában létezik, így hát ebből tudható, hogy a viasztáblás megoldás szerte a világon elterjedt és bevett szokás lett a használata. Az agyaktáblákkal szemben előnyük az volt, hogy sokkal könnyebbek voltak, mobilissé váltak, sőt össze is lehetett őket fűzni akár. De már megint előre rohanok. Szóval az egyiptomiak nem csak abban voltak menők, hogy kőleveleket írtak idegen nyelven szomszédos uralkodóknak, hanem abban is, hogy hogyan hasznosítsák mindazt, ami körülöttük nőtt a természetben. Például rájöttek, hogy a papírusznádból hogyan készítsenek papíruszt, mely a mai papír egyik elődjének tekinthető. Az előkerült papírusz tekercse közt van olyan, ami 9 méter hosszú, és nem meglepő módon a halottak könyvéből származó varázsigéket tartalmaz. A vaziri papírusz vagy vaziri tekercs, mely Szakkarába került elő, 16 méter hosszú. Szintén a halottak könyvének egy példánya, és kb. 2000 éves. Itt egy kicsit elkanyarodok, és megmutatom nektek a papírusz tesóját. A pergament tekercseket. Ez itt például a túra egy 700 évvel ezelőtti darabja. És itt egy másik, melyen talán jobban látszik, hogy pergamenre írták. A pergamen állati, cserzetlen, vékonyított, szőrtelenített bőrből készült lap. Détel fogalom. Csevészőbőr. Cserzetlen, vékonyított, szőrtelen bőr. A papírusszal ellentétben általában mindkét oldalára lehetett írni, és az ókor óta közkedvelt alapanyag volt tekercsekhez, később pedig könyvlapokhoz. Amiben a tóra menőbb, mint a halottak könyve, az az, hogy csak annyira kellett kinyitni, hogy az adott fejezetet el lehessen olvasni, nem kellett az egész tekercset kibontani. Úgy működött, mint ma a weblapok, hogy csak tovább kell görgetni a következő poszthoz, csak ők visszintesen haladtak, nem pedig fentről lefelé. És most visszatérek a kínaiakhoz, ugyanis nekik is van tekercsük. És bár a papír feltalálása a kínaiakhoz köthető, előtte ők is bambuszlécekre írtak. Ezeket összefűzték és feltekerték. A mai napig használják egyébként a bambusztekercseket, festményekhez, tányéralátétnek, és a többi. Ami még itt tarthat bennünket Ázsiában. És egy kicsit közelebb vihet minket a könyvek prototípusához. Az nem más, mint a tibeti pálmalevél könyvek. Amint azt a neve is mutatja, ezek pálmalevelekre írott vallásos szövegek, melyeket egymásra pakoltak katonásan, majd két nehéz fa lap közé rögzítettek. A kutatásaim alapján két változatuk van, az egyik, aminek a lapjai középen vannak kiukasztva, hogy azon keresztül össze lehessen őket fűzni. A másik, aminek a lapjai két oldalt vannak kiukasztva, valószínűleg a levelek nagysága miatt, illetve azért, hogy jobban rögzíthetők legyenek, ezáltal könnyebben lehessen őket áthelyezni egyik polcról a másikra. Rendkívül érdekesnek tartom, hogy a világ különböző pontjain, különböző alapanyagok rendelkezésre állása ellenére is
mennyire hasonlóan gondolkodtak az ókor emberei. Kínában kifejlesztették az úgynevezett hajtogatós könyveket, melyek a tekercsek egy újra gondolt változata. Később, amikor feltalálták a papírt, egy az egyben átültették az összefűzési technikát a bambuszlisztekből készült hajtogatós könyvről a papír alapú hajtogatós könyvre. Fun fact, a rómaiak kb. Ebben az időben jöttek rá, hogy a viasztáblákat össze lehet fűzni. Szóval, Európában pergamen, Ázsiában bambusz, pálmalevél és papír a menő. Mindenhol kezd alakulni a könyvforma. Ezeket hívjuk prototípusoknak. Az is tiszta, hogy vallási, diplomáciai és gazdasági információkat tartalmaznak. Akkor ezek nem számítanak kódexnek? Hát, igen is, meg nem is. Amennyiben a szó eredeti jelentését nézzük, latin, fatábla. Milyen érdekes. Akkor végül is de kódexek ezek is. De a mai értelemben vett kódexek már valódi könyvformát öltenek. Nagyjából egységes a felépítésük. Szigorú szabályok szerint készülnek, és legfőbb céljuk a keresztény hit terjesztése, a szentek életének rögzítése, nagyobb események, például háborúk, járványok, koronázások eseményeit jegyzik le, valamint Krisztus után a 4. század és a könyvnyomtatás elterjedése előtti korból származnak. Nem azért, de létezik olyan kódex, amit papírusra írtak. De a papírus alapvetően alkalmatlan a könyvforma kialakítására, és a papír 11. századi megjelenéséig a pergamen volt az az anyag, amelyből a kódexek lapjai készültek. A papír elterjedése után a pergamen perifériára szorult. Egyetlen magányos társa a pergamen kódexeknek, a selyemből készült kódexek. Egy kódexnek tehát a 4. század után kell születnie, pergamen lapjainak kell lennie. Természetesen csak különleges ember készítheti, például szerzetes. Úgynevezett bifóliumokat, vagyis levélpárokat fűztek össze, az ív közepén keresztül varva, hasonlóan a pálmalevél könyvekhez. És így alakult ki a könyvforma. Tehát mondhatjuk azt, hogy egy kódex sok kicsi füzetből tevődött össze. Létezik olyan kódex, amely az 1600 oldalt is meghaladja. Jellemzően a szöveget elővonalazták, kijelölték a sorok elejét és végét, vagy ha két vagy három hasábas szöveget írtak, akkor a hasábok határait is bejelölték. A külső margó általában szélesebb volt, mint a belső, hogyha a könyv széle elhasználódik, akkor azokat egyszerűen csak le lehessen váltni. A kódexben található fejezetek szövegei rendszerint iniciáléval kezdődtek, azaz díszes kezdőbetűvel, melyeket mintákkal, alakokkal, állatokkal, növényindákkal díszítettek a szövegtől függően, vagy éppen geográfiai elhelyezkedésüknek megfelelően. Ezt úgy értem, hogy például egy Lindisfarne-i kódex iniciáléja magában foglalja az ír és kelta motívumokat. Egyébként, ha valakinek ismerős a név, akkor neki gratulálok, akinek nem, azoknak megjegyezném, hogy ez az a sziget, amit a vikingek megtámadtak, és abban a bizonyos, népszerű sorozatban is igen meghatározó részt képvisel, ennek a helynek a kifosztásának megjelenítése. Viszont egy ugyanebben az időben íródott frank, azaz Karolin kódex már más cirkalmakat tartalmaz. Itt meg kell említenem egy anekdotát, mert a humor az mindig segít. Mikor az érettségire készültem, volt egy magántanárom, aki felkészített az egyes tételekből. A suliban rendszerint aludtam töri órán, szóval ettől a magántanártól hallottam először a karolingokról. Igen ám, csak hogy a tanárom racsolt. És azt mondta kajolingok, és amikor visszamondtam leckét, teljes meggyőződéssel mondtam, hogy kajoling király. Aztán kiderült, hogy ezt csak ő mondja így, hehe. Szóval az ebben a korban Frankiában készült kódexeket együttesen Karolin kódexeknek nevezik. A kódexekre még az is jellemző, hogy javarészt latinul íródtak, főleg mivel vallásos szövegek voltak, bibliai idézetek, történetek élettek fel a lapokon. Szerencsére volt egy-két jó fej szerzetes,
akik úgy gondolták, hogy belecsempésznek egy-egy helyi szót, vagy egy-egy oldalnyi szöveget a sok latinba, és ennek a furfangnak köszönhetjük például a legrégebbi magyar nyelvi emlékünket, a Halotti beszéd és könyörgés néven ismert alkotást, mely a Praj kódexben található, és több mint 800 éves. És csak úgy összehasonlításként megmutatom a Lindisfarne kódex egyik rajzát, és a Praj kódexét. Igaz, van köztük röpke 300 év, de a Lindisfarne kódex még így is kenszerbe veri a Praj kódexet. Említettem volt, hogy a kódexeket leginkább szerzetesek készítették, de találtam egyet, melyet egy apáca másolt és illusztrált. Kódex Gizle, remélem nem öltem meg azt a nevet, néven ismert, és Gisela von Krzenbrock műve, nagyjából az ómagyar Mária síralommal egyidős, és valami egészen döbbenetes részletessége van megrajzolva. Hihetetlen precizitással, gót stílusban van megírva, és szinte sértetlenül bekötve. Amint azt látjátok, kapcsokkal zárható, és szépen megmunkált bőrkötése van. A kapcsok egyébként azért kellettek a régi könyvekhez, mert pergamen lapjaik voltak, melyek reagáltak a nedves és száraz levegő változásaira, és a kapcsok nélkül kinyíltak volna. Mikor már papírból készültek a könyvek, nem volt szükség a kapcsokra, de mivel a könyvkötészetben bevett szokás volt, ezért csak nagyon lassan koptak ki, és akkor sem teljesen, hiszen a mai napig kapható kapcsos emlékkönyv például. Gizella munkája nem csak látványos, hanem abban is különleges, hogy kottát is tartalmaz. Tehát énekes könyv is egyben. Hőn szeretett Mátyás királyunknak köszönhető 55 igazoltan korabeli kódex maradt ránk, melyeket együttesen korvináknak nevezünk. Ezek is többnyire latin nyelvű szövegeket tartalmaznak, főleg, mert legnagyobb részük Itáliában készült, de akadt köztük görög és héber nyelvű kötet is. Ez azért is fontos, mert Mátyás király uralkodása alatt köszöntött be a reneszánsz Magyarországra, ami ugye az ókori görög és római művészet úgymond újjászületésének a korszaka volt. Az illuminátorok és a miniátorok olyan remek munkát végeztek, olyan magas színvonalú kódexeket alkottak, melyek Mátyás király címere nélkül is gond nélkül felismerhetők. Egy-egy kódex másolása akár hónapokig is eltarthatott. Lapjait egy egész birkanyáj bőréből készítették, ami nem kis vagyonba került. A rajzokat viasztáblákra karcolták stílussal, vázlatként, csak úgy, mint a rómaiak. Egy vékony pergamenre átmásolták úgy, hogy egészen apró lyukakat szúrtak a pergamenbe a vázlatnak megfelelően. Ezt átemelték a kódex lapjára. Koromport szórtak rá, mely a lyukakon keresztül az alsó pergamenre került. Egy kihegyezett tollal aztán átrajzolták tintával, és a tinta száradása után kenyérrel távolították el a felesleges kormot. Ezután jöhetett a színezés. A festékek alapanyagai szintén nem voltak olcsók, és az arany hatás eléréséhez is komoly tudás kellett. Állati eredetű ragasztót készítettek, vörös agyaggal és mézzel keverték össze, mely egy különleges, jól kelhető anyaggá alakult, és az aranyozandó felületet festették meg vele. Miután megszáradt, erre hajszál vékonyra vert aranyfóliát helyeztek, mely tényleg olyan vékony volt, hogyha elengedted, szinte lebegett a levegőben. Egy kis darabot erre a furcsa anyagra illesztettek, és megvárták, amíg megszárad. Ahol nem volt fura anyag, onnan az aranyfóliát el lehetett távolítani. Ezután következett a polírozás, melyet valamilyen állati csonttal vagy foggal végeztek, és addig polírozták az aranyfóliás felületet, míg igazán fényes, szinte tükörsima nem lett. A kódexeknek nem volt oldalszámozása, se tartalomjegyzéke. A szöveg kezdetét incipit, a végét pedig explicit szavakkal jelezték. Ez a kódexeket utánzó ős nyomtatványoknál is még jelen volt, bár addigra már kolofonná, azaz zárszóvá alakult. Mivel a kódexeket a kötés előtt írták meg, ezért ahhoz, hogy ne tévesszék össze az oldalakat, ezért a jobb alsó sarokba írták a következő oldal első néhány szavát. Ezeket váltotta fel később az oldalszám.
A 12. századtól kezdték hasábokra bontani a szövegen. Akkor jelentek meg a fejezetek, alfejezetek és a bekezdése, versekre bontás is. A kódex korszak végére már külön iparág épült ki, mondhatni, bár akkor még csak céhek néven futottak. Ahhoz képest, hogy az elején csak férfi szerzetesek írhatták, a könyvnyomtatáshoz közeli évtizedekre már külön szakma volt, az illuminátor, vagyis aranyozó, a scriptor, vagyis másoló, a rubrikátor, a címeket kiemelő, a miniátor, az iniciálékat festők, a korrektor és a könyvkötő. De aztán jöttek megint a kínaiak, akik kitalálták a nyomtatást még Lindisfarne idején, amikor a vikingek jöttek és kifosztották a kolostort. Csak laza 800 évbe telt, mire eljutott a technika Európába, de az már egy másik történet. Így a végére még szeretnénk nektek mutatni egy-két érdekességet. Például azt, hogy mennyire szorosan kötődünk az ókorhoz a nyelvi használatunkban. Ha csak azt nézzük, hogy a modern emberek nagy százalékának van tabletje, amin telepítve van a Facebook, ami arckönyvet jelent, szó szerint, de egyébként évkönyv, vagy ott van a görgetésre az angol szó, a scroll, ami eredetileg tekercset jelentett, vagyis hát még mindig azt jelenti, ha főrévként használjuk. Vagy itt van például a könyv lapjainak a megnevezése, amelyeket leafeknek hívunk. Sőt, Kyle Stillman művész egy egészen új megközelítésben teszi relációba a könyv mai formáját az eredetével. Azt is meg kell említeni, hogy léteznek úgynevezett hamis kódexek, melyek hagyományos módszerrel készültek ugyan, de jóval a könyvnyomtatás megjelenése és elterjedése után, és valótlan dolgokat állítanak, kitalált nyelven íródtak, vagy nagy emberek kéziratainak vallják magukat. Egy ilyen magyar vonatkozású, nagy valószínűséggel hamisítványnak tekinthető kódex, a Rohonci kódex. Továbbá szeretném nektek megmutatni az egyik kedvenc könyvekkel kapcsolatban készített rajzomat, melynek címe Portable Magic, azaz hordozható varázslat. Végezetül pedig, ahogy ígértem, íme a könyv jelentésű kínai piktogram képi megjelenítése. És még egy kis extra, megkérte a mesterséges intelligenciát használó képszerkesztő programot, hogy alkossa meg azokat a dolgokat, amikről a kutatásom során megismerkedtem, és ez lett az eredménye. Köszönöm a figyelmet! Ha tetszett a videó, dobj egy lájkot! Oszd meg, és uralkodj! Találkozunk legközelebb, addig is, sziasztok! A rajzokat visz... Még ilyen... Szerencsére volt egy-két jó Hiszel a von Kersbrock műve? Bocsánat. Vagy éppen... Geográfai... De nehéz szó.